Hát szép jó estét kívánok Önöknek! Kovács Róna vagyok, a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületének a vezetője, és szeretném bemutatni dr. Olasz Zoltánt, aki meghívásunkra a Mit kell megvédenünk című előadását fogja megtartani. És nagyon szépen köszönjük neki, hogy ezzel az előadással támogatja egyesületünket és a környezetvédelmet. Átadnám neki a szót. Köszönöm. Én is köszönöm. Most már megy, jó. Kicsit szokatlan a téma. Én meg kell mondjam, hogy nagyon nehezen egyeztethető össze az, hogy hogyan alakult ki a világ mindenség, a Föld és az ember, meg a környezetvédelem. Na most én ezt próbálom meg összehozni. Elmesélem azt a bizonyos történetet, vagy történelmet, amire bazírozzák a környezetvédelmet, és ezáltal talán ki fog derülni, hogy miért érdemes az egészért küzdeni. Na, hát akkor ez a címlap. Hol is kell ezzel vacakolni? Egér is jó. Ja, jó. Akkor megyünk az egérrel. Hát először is a világ kezdetéről. Ugye hát a világ kezdetét az sokféleképpen interpretálják. Ugye hát vannak különböző teremtés történetek, különböző vallásokban, különböző kultúrákban, másképp és másképp. Úgyhogy az időtartamok például nagyon-nagyon nagy mértékben különböznek. Ugye a Biblia szerint egy illetékes püspök kiszámította, hogy 6000 éves a világ mindössze. Ugyanakkor viszont más kultúrák tudomásul veszik, hogy az időtartam a világegyetem korát illetően az nagyon hosszú. Mondjuk elég a dinoszaurusz relikviákra utalni, ami hát azért megmagyarázza azt, hogy kicsit hosszabb időről van szó. Van egy olyan irányzat, hogy a kreacionizmusnak hívják, aminek az a lényege, hogy feltételez egy első mozgatót, ki aztán mondjuk nyugdíjba ment, és nem törődik a továbbiakkal. És a világot elindította az intelligens tervezéssel a saját útján, és a világ azóta megy magától. Na most a tudomány, különösen az elméleti fizika az utóbbi időben olyan mértékben fejlődött, hogy már kétségtelenül be tudták bizonyítani, hogy a ősrobbanás útján keletkezett a világ. Ezt nevezik úgy népiesen Big Bangnek, tehát nagy pukkanásnak, vagy nagy robbanásnak angolosan. Úgyhogy ebből indulva ki, egy kicsit erről beszélnék bővebben. Na, hát az teremtésben ugye egy dolog, és ez lehet, hogy egy kicsit profánul hangzik, a vallások és a tudomány között nincs különbség. Mert mind a kettő azt mondja, hogy a semmiből lett az anyag, és a semmiből lett valami. Na most, hogy ezt hogyan tálalja a tudomány, hogyan tálalják a vallások, ez magánügy. Mindenkinek a nézetét el kell fogadni, tisztelni kell, ez van. Na most, ugye a Genezis az a Bibliának az első könyve, ez a teremtés könyve. Itt már mondtam ugye, hogy teremtésnek ugye 6 napja volt, 7. napon az Úr megpihent. És a világ kora ezek szerint egy eléggé rövid időtartamra jött ki. Viszont vannak különböző filozófiai nézetek. A világban a különböző filozófiai nézetek nagyon vastagon alátámasztják azt, hogy mi történt és hogyan történt. Vagy éppen az ellenkezőjét mondják, úgyhogy ebben nem érdemes nagyon belemenni. Van, akik a szellemet tartják elsődlegesnek, ugye Hegelnek a világ szellem nézete, ugye az például egy ismert dolog a nagy filozófusok közül. De hát vannak materialisták, sőt, még olyanok is, akik egyáltalán a felsőbbsége, vagy felsőbb lényeknek a létét is kétségbe mondják. Annyira hatott a teremtés történet a művészetekre, hogy művészeteknek nincsen olyan elégségünkre. A művészeteknek nincsen olyan ága, amelyik ne foglalkozott volna a teremtéssel. Egy Gore Vidal nevű amerikai író írt egy könyvet,
teremtés címmel, és valóban erről szól. Képzőművészetben, ugye hát ez gyakorlatilag majdnem mindenki, aki számít. Michelangelónak a teremtés képei a legismertebbek, a Sixtusi kápolnában, ugye Ádám teremtése, aztán utána az oldal bordájából Évát teremtik. Erre mondják a macsók, amikor a feleségüket bemutatják, hogy az oldal bordán. Azon kívül pedig filmek készültek, például a teremtésről 31-ben készült egy, az első hangos filmek egyike. Aztán zenében, nehezebb már elképzelni, hogy hogy vázolja a teremtés, de a legismertebb oratórium a Haydnnak például a Teremtés című. Azon kívül pedig egy Millió nevű francia zeneszerző egy táncjátékot is csinált, La Création du Monde címmel, ami szó szerint azt jelenti, ugye a világ teremtése. Ez például a világnak sok operaháza és balett színháza játszotta. Itt van a két nevezetes mű. Ádám teremtése, ez a világ egyik legszebb képe szerintem. És az Éva teremtése, bár annyira nem szép, de azért az is szép. És ha az ember megáll a Sixtusi kápolna közepén, és fölfelé néz, akkor el lehet érzékenyülni ezektől a képektől. Babilónia. Ugye a babilóniai teremtés mitosz egészen más. Ugye kezdetben vala a káosz, mondják ők, és utána jött ugye a napisten, aki rendet teremtett. Itt az első képen látszik a káosz, aki szárnyas oroszlán formájában működik, és ott jön hátul a napisten. Majd Egyiptomban a többféle teremtés mitosz létezik. Ezek közül az egyik az, hogy a világot, amikor a napisten, aki éppen fölkelőben van a képen, megteremti, közben különböző istennők a világ köré öntik a vizeket, és abból fakad a Nílus, ugye, ami az élet lényege az ősi Egyiptomban. Kína, Pangúnak hívják a teremtőistent. Az egyik kép az egy bélyegen ábrázolja, méghozzá egy tajvani bélyeg. És a lent bal oldalon lévő kép, az pedig a yin-yang szimbólummal, tehát a kettőség és a férfi és női entitásnak az ábrázolásával az ölében mutatja be Pangu nevű istent. Na, ez egy nagyon érdekes dolog. A nyugat-kanadai Tlingit Kwakiutl indiánok, ja, és a Haida indiánoknak ugyanez a mitosz, a teremtés mitosza. Ez a Vancouveri repülőtéren van ez a szobor. A jobb oldal található a Ködasszony. Ő az, akinek az inspirációjára a holló megteremti a világot. Majd rászáll egy teknős békára, amelyiknek leemelkedik a pajzsa, és alóla kibújnak az emberek. Nagyon érdekesek ezeken végigmenni, sajnos nem vettem sorba mindent, mert abba bele holnap reggelig itt ülnénk. Ez pedig éppen Virapocsa bal oldalt, ez a inkák istensége, és a másik pedig a majáknak az istensége, a teremtőisten. Na most a majáknak legalább három teremtőistenük van, ez az egyik. A másik a Quetzalcoatl nevű tollas kígyó, így talán jobban ismert. Más maja törzsek szerint ő a teremtő. Na és itt jön a tudománynak az elképzelése, amit most már elméleti fizikai oldalról teljesen alátámasztottak. Az idők hajnala, ugye az a sárga folt ott a balra fent, ezt úgy hívták, hogy szinguláris állapot, szingularitás állapota, ami azt jelenti, nagyon nehéz elképzelni, megmondom, nulla kiterjedésű és óriási tömegű anyagmennyiség, ami úgy hirtelen jön létre egyetlen robbanás útján. Utána következik egy felfúvódás, ami sötét időszak, ekkor még meg se jelent a fény. Körülbelül 300 000 év múlva kezd
megjelenni a fény, aminek a bizonyítékát nem is találták. Ez a középen látható zöldes-kék foltokkal látott valami, az annak a térképe, amikor is a világegyetem háttér sugárzását a mai eszközökkel lehet rögzíteni. Na most fizikailag ez kicsit komplikált, ez a 2,7 Kelvin fokos abszolút fekete testnek a sugárzása, ami nem egységes, azért ilyen foltos ez a terület. Na, 380 ezer év telt el, amikor az első csillagok kezdenek megjelenni. És az első csillagok után jönnek ugye a galaxisok, és jönnek a világegyetem egyéb alkotó részei. Az egész az 13,7 milliárd éves a világegyetem. A billion az amerikaiul van, úgyhogy ezt nem kell figyelni. Na most hogy alakultak ki a csillagok? Ugye vannak a világűrben gázok, porok, különböző porszerű töredékek. Ez valamilyen gravitációs hatás eredményeképpen összesűrűsödnek, és ezeket már ki lehet mutatni csillagászati távcsövekkel, ezek a úgynevezett ködök, amiket a csillagászok ködöknek hívnak. Na most ennek a ködnek az összehúzódása, ami a gravitáció eredményeképpen folytatódik tovább, ennek az összehúzódása idézi elő azt, hogy egy nagyon forró és nagyon nagy tömegű, nagyon sűrű mag alakul ki. Ezekben a mag annyira felforrósodik, hogy megindulnak a nukleáris reakciók. Ami azt jelenti, hogy a csillagokban lévő hidrogénből hélium keletkezik, és ennek a mellékterméke a hő, meg a sugár, a fénysugár. Úgyhogy ez minden csillag esetében van. Négy hidrogénatomból lesz kettő darab, illetve egy héliumatom. És mellette energia és hő keletkezik. Hát így alakult ki a csillag, majd az elemek. Ugye hát ismert dolog, hogy ezekben a nagy csillagokban csak hélium van, és ebből hidrogén van, és ebből hélium keletkezik, ez az energia kisugárzás. Viszont, amikor az óriás csillagok életciklusának a vége felé járunk, vannak olyan csillagok, amiknek ezerszerese a nap tömegének az ő tömege, ezek nem bírják tovább, hanem egyszerűen vörös szuperóriás nevű csillagfajta képződik, és ezek a vörös szuperóriások felrobbannak. Ezeket hívják úgy, hogy szupernóvák. A szupernóvákból a benne lévő anyag hatására jönnek létre az egyéb elemek. Kezdve a széntől, kezdve a oxigénig, kezdve a vasig, és az aranyig bezárulnak, sőt az uránium is. Na most ez szétszólódik a világegyetemben. És hát így keletkeznek aztán a világon a különböző anyagokat tartalmazó csillagok és bolygók. Na most, amikor ezek a szupernovák összeomlanak, akkor gyakorlatilag vagy neutron csillag jön létre, ami valami elképzelhetetlen sűrűségű. Képzeljünk el egy olyan csillagot, aminek az anyagából egy gyufás skatujányi az 1 millió tonna. Úgyhogy egymáshoz vannak préselődve az atommagoknak a részei. És a másik esetőség meg, hogy fekete lyukká alakul. A fekete lyuk az meg egy olyan égitest, amit nem láthatunk, csak arról lehet észrevenni, hogy mindent magába szippant. Úgyhogy nem jó arra járni. Na most a Föld. Ugye hát kérdés, hogy a napnak hány bolygója van. Ugye volt a kezdetben egy Plutó nevű, amit megfosztottak a rangjától, úgyhogy az most már nem bolygó, hanem törpe bolygó. Viszont ilyenből meg még nagyon sok van. Ugye van az Eris, van a Makemake, van a Sedna, és még egy csomó, ami körülbelül ugyanakkora, mint a Plutó. Tehát kimondták szegény Plutót a forgalomból, úgyhogy maradt 8. Viszont ha a törpe bolygókat is hozzáveszem, akkor 20-valahány van, amit eddig felfedeztek. Na most a Föld az 4,6 milliárd éves.
Ezt ki lehetett számítani a lehűlésből és a keletkezés időpontjától visszaszámolva. A Föld kezdetben olyan állapotban volt, hogy gyakorlatilag láva volt a felületein, és abba belebombáztak különböző üstökösök, meteorok, törpecsillagok, törpebolygók, és a Föld attól fokozatosan nőtt. Tehát kezdetben a Föld sokkal kisebb volt. Na most ezeknek a belerobbanó égitesteknek az egyike, az 4,5 milliárd évvel ezelőtt úgy eltalálta a Földet, hogy abból kiszakadt egy rész, és azt nevezik ma Holdnak. Úgyhogy így keletkezett a Hold. Az a kiszakadás persze az egy cafrangos forma volt, csak aztán ugye forog, és akkor szépen gömb alakú lett az is. Így nézett ki a Föld az úgynevezett Hádészi korban, amikor még gyakorlatilag láva borította a felületét. Ilyen bombázásokban volt része. Gyakorlatilag ezek állandóan zubogtak a Földre. Még nem volt a Földnek légköre, nem volt mágneses mezeje, ami eltéríti ezeket a cuccokat. Ugye a csillaghullás jelensége olyan, hogy az ilyen eltérített dolgokból áll össze. Hát ezt próbálta egy művész megrajzolni, hogy hogy történt az az óriási belerobbanás, aminek az eredményeképpen a Hold alakult ki. Kezdetben ugye a kontinensek azok egyetlen egy tömböt alkottak. Itt most lehet látni, hogy nem tudom, hogy elég nagy-e, hogy ki lehet-e venni, de gyakorlatilag az összes kontinens ebben az úgynevezett Pangea nevű ős kontinensben benne foglaltatott. Na most ezek lettek aztán később az úgynevezett tektonikus lemezek, amik lehasadtak róla, és úgy alakultak ki a kontinensek. Ezek közül a legismertebb ugye az indiai plató, ami neki rohant az ázsiai lemeznek, és szépen fölgyűrödött egy Himalája nevű apróság. Az Atlanti-óceánnak a kellős közepén van egy ilyen hasadási vonal. Ez így, úgy képzeljük el, hogy a közepén kipuposodik, és a gerincnek a teteje az válik szét. Na most ez geológiailag óriási tempóban történik, mert évente 2 centit mozdul, ami nagyon sok. Már ilyen szempontból, hogy hát millió években mérhető, hogy ez hogy néz ki. De így néz ki, ahol a felszínre jön, Izlandon például. Itt a hasadék teljes egészében látszik, hát ott vonulnak is a turisták, mert ez egy rendkívül izgalmas dolog. Ez a Þingvellir nevű része Izlandnak, ami arról nevezetes, hogy ott jött létre a világ első köztársasága. Ne felejtjük el. Na, hogy jött létre a földi élet és annak a rövid története? Na, egyrészt van egy olyan elmélet, amit úgy hívnak, hogy panspermia elmélet, aminek az a lényege, hogy sok tudós azt vallja, hogy az élet az a világűrből jött, mégpedig üstökösök hozták. Na most, igen, ugye ez nem megoldása az élet keletkezésének, hanem egy kicsit elhalogatása a témának. Ugye? Hát jó, lehet, hogy üstökösökkel által jött, de akkor ott hogy alakult ki? Na most, hogy ilyen van, hogy az üstökösök belerobbannak egy bolygóba, az a Hale-Bopp üstökös, ami tavaly előtt a Jupiterbe belerohant, több részre szakadva, és a Jupiter ugye az egy óriási bolygó, de még az is belerendült akkora energiával. Nehéz elképzelni, de itt ilyen óránként 1-2 millió kilométeres sebességgel tudnak ezek mozogni. Na, így nézett ki valamikor ez a földi élet kialakulásának a legelső szakasza, ez a prekambrium, 4 milliárd évig tartott. Most ennek a periódusnak a legvége felé kezdtek létrejönni a baktériumok, mint a legegyszerűbb életformák, és ezeknek a baktériumoknak lett egy speciális válfaja később, amire majd még
nem igazán térek vissza, mert ezt mutatja a következő. A cianobaktériumoknak az úgynevezett konkréciói, tehát az ilyen összepuposodásai, ezek elkezdtek nagy hirtelen oxigént termelni. Addig a Földön nem volt oxigén, ezért nem is lehetett élet. Amikor az oxigént kezdték ezek termelni, akkor jöhetett létre az életnek néhány nagyon egyszerű formája, amiből aztán fejlődés következett be. Ez Ausztráliában van, Nyugat-Ausztráliában egy úgynevezett cápaüdöl. Ott maradtak fönt ezek egyedül a világon eredeti formában. A másik lehetőség az élet keletkezésére, ez az óceánok fenekén található fekete füstölgő nevezetű kis kráterek. Na most képzeljük el, hogy itt a víznek a hőfoka, ami föltör a földkérekből, 400 Celsius fok, tehát négyszerese a forráspontnak. Ugyanis olyan óriási nyomás alól szabadul föl, ami szinte elképzelhetetlen. Ásványi anyagokkal van tele, és ami az érdekes, és ezért hiszik sokan azt, hogy az élet itt keletkezett, mert akár 3-4 ezer méteres mélységben, tehát óriási nyomás alatt is léteznek férgek, tengeri csillagok és egyéb furcsa élőlények ezeknek a környékén. No, ez pedig a kambrium időszaka. Ez az első olyan földtörténeti kor, amit érdemes külön tálalni. Ez az az időszak, amikor robbanásszerűen jött létre az élet. Hatalmas változatosságban, óriási fajgazdagsággal, viszonylag rövid idő alatt alakultak ki ilyen szörnyetegek, többek közt, mint amit itt látunk. De közöttük ezek a három karélyú ősrákok, amikor balra lent külön vagynak ábrázolva, ezek az úgynevezett trilobiták, ezek még földtörténeti korokon keresztül több százmillió évig léteztek és fönnmaradtak. Mai utóduk is van, csak már nem három karélyű. Na, ez itt egy kép az ősi óceánból, az Ordovicium nevű időszakban, ami a kambriumot követte. Ott bal oldalt lent azt Nautilusnak hívják, ezt a csigaházas polipot. Erről, ha itt nem, nincs idő, matematikailag gyönyörűen lehet bizonyítani, hogy ez hogyan alakult ki ez a figura. Ez a szilúr korszak, a következő földtörténeti korszak. Amikor azt látjuk ott írva, hogy MYA, ez a million years ante angolnak a rövidítése, tehát azt jelenti, hogy ennyi millió évvel ezelőtt. Tehát ez a korszak, ez 425-től 408 millió évvel ezelőtt tartott. És itt ugye az első szárazföldi növények már megjelennek ebben a korszakban. A következő a Devon korszak. Ebben az időben, itt hát látni, hogy rengeteg állatféleség, elsősorban hal és kétélkűek jelentek meg, és a szárazföldi növények már nagyon szépen burjánoznak. Nem fogom mindig mondani, hogy mennyi millió évvel ezelőtt volt ez, mert különösebben nem érdekes. Karbon korszak. Na, ez a zsurlók, páfrányok, páfrányerdők, stb. Az időszaka. Ezeket, amikor beborította a homok vagy a mocsarak, szépen összetömröttek, és mi lett belőle? Szén. Úgyhogy ezért hívják karbonkorszaknak egyébként ezt a földtörténeti időszakot. Na most kezdtek az állatok kimászni a földre, a szárazföldre. Nem ment másképp, csak úgy, hogy tojást raknak. Ugyanis valahogy a utódok számára imitálni kellett azt a sós közeget, ami a tengerben volt. Na, erre volt jó a tojás. Úgyhogy azok az állatok tudtak kimászni elsőként a szárazföldre, amelyek tojásrakók lettek. Így például a hüllők, ugye. Ja, perm korszak, megjelennek a szép, gyönyörű dinoszauruszok.
egyik szebb, mint a másik, egyik ragadozó, a másik növényevő. Folynak a viták arról, hogy volt-e közöttük melegvérű, vagy mindegyik kifejezetten hüllő volt. Nehéz lesz ezt majd eldönteni, sok fosszília kell még hozzá. Aztán jön három olyan időszak, a triász, meg a jura és a kréta korszak, aminek az időtartama alatt a dinoszauruszok uralkodtak a világon. Ugye ebből különösen a jura korszak az, ami ismeretes Jurassic Park című film, az arról az időszakról szól, illetve akkor játszódik. A triász korszakából származnak a krokodilok, mint látható, gyakorlatilag ma is ugyanúgy néznek ki, tehát ez több száz millió éve tart a krokodiloknak a fejlődése. Ott a háttérben pedig azok a Velociraptor nevű futó dinoszauruszkák, ezek kicsik voltak, nem voltak félelmetesek, csak nagyon ragadoztak. Na, itt a jura. A jura korszakban ugye itt voltak a legnagyobb változatosságban a dinoszauruszok. Ott a háttérben középen azok a stegosaurus nevű állatok, amiknek ilyen páncéllemezek álltak ki a hátukból. Szelíd növényevők voltak, és ez ilyen védekezés számban. Mert jobb oldalt pedig a Tyrannosaurus Rex nevű szörnyeteg, ami a világtörténelem legnagyobb ragadozója volt. Kréta korszak. Hát itt ez az erdőségeknek a világa volt. Itt is léteztek még dinoszauruszok. Viszont ennek a korszaknak a végén, 65 millió évvel ezelőtt kipusztultak a dinoszauruszok egy pillanat alatt, úgy lehet mondani. És annak meg ez volt az oka, hogy egy 10 kilométer átmérőjű aszteroida robbant bele a Földbe. Ami hát olyan pusztítást végzett, akkor a törmelékhalmot dobott ki a Földből, hogy azt a Földnek a gravitációs ereje, meg a centrifugális erő elterjesztette az egész Földön, és itt gyakorlatilag körülbelül 9-10 ezer évre sötétség lett a Földön, nem eresztette át a napsugarat. Ezt a dinoszauruszok eléggé természetszerűen nem bírták. Na most ennek az energiája valami elképzelhetetlen óriási energia. Ott lehet látni az energiának az adatait, hogy ez a Yucatán félszigeten Mexikóban van, 100 millió megatonna TNT-nek a robbanó ereje. Na most a megatonna az önmagában véve millió tonna, tehát 100 milliószor millió megatonna. Ehhez hasonlítjuk a hiroshimai atombombát, az 80 ezer tonna hatóerejű volt. Úgyhogy itt el lehet képzelni, hogy valami borzalom. Ki is pusztultak szegény dinók. Na aztán jött a harmadkor, ugye ez itten a különböző korszakokra osztják, nem biztos, hogy érdekes, paleocén, eocén, miocén, stb. Stb. Itt jelennek meg a barlangi medvék, a kardfogú tigrisek, a mamutok, mint a legjellemzőbb élőlények ebben a korban. És aztán jött a negyedkor, amely két korszakból áll, a pleisztocén, az a négy jégkorszak egymás után, és utána a jelenkor. Ez körülbelül 2 millió évet jelent összesen, úgyhogy ebben az időszakban jelent meg az ember, pusztultak ki az emberősök számosan, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas időszak volt embertani szempontból, de itt most ebben megint nem menjünk bele. Mi az életnek a lényege? Ez az úgynevezett dezoxiribonukleinsav, tehát a DNS, ami minden egyes élőlényben, a növényektől kezdve az emberig mindenben megtalálható. Na most itt a részletekben nem akarok bemenni, ez az a híres kettős spirál, így már biztos hallották sokan. Négy darab bázismegyület van, ami felváltva jelenik meg. Például az ember esetében ez a kettős spirállánc, ez 3,5 millió bázispár. Tehát
itt, amit itt viszintesen vannak ábrázolva, abból 3,5 millió van. Tehát egy rendkívül bonyolult dolog, de ez az élet kódja, ez szabályozza azt, hogy milyen a szemünk színe, csánták vagyunk-e, vagy görbelábúak, és így tovább. Gerincesek kialakulása és törzsfája. Na most itt van egy ilyen ostoba tévhit, amikor azt mondják az embereknek, hogy az ember az a majomtól származik, frászt. A majomnak, majmoknak és az embernek közös őse volt. Ennyi az igazság az egészből. Ugyanis itt az elágazások azt mutatják, hogy melyik csoportnak volt közös ősze, őse. Tehát a porcos halak és a csontos halaknak volt egy közös ősük. De még ma is mondnak porcos halak, például a cámpák. Tehát ezek nem pusztultak ki, ez csak a közös ősöket mutatja. Nem akarok itt most részletekbe menni mindegyiknél. Ugye hát a legfelső sor az az emlősök. Ugye az emlősöknek példának okáért a hüldökkel volt közös ősük, és közben még a madarak is létrejöttek a hüldök továbbfejlődése miatt. Az állpapos nélkülieknek az egy érdekes figura, ugye azoknak az evolúciónak az egyik zsákutcája. Ma is élnek ezek az úgynevezett körszájúak, ingolák, amik ugye tengeri növényekre rátapadnak és szivogatják, de semmi értelme nincsen annak, hogy vannak. Törzsfa. Itt sem biztos, hogy érdemes belemenni a részletekbe. Háromféle maki, majomféle, akik vonalakkal ábrázoltak, aztán jönnek az újvilági és az óvilági majmok, majd jönnek az emberszabású majmok, amikben sokkal több van, mint általában a közhit hiszi, ugye, mert a fehérkezű gibbon, a sziamang, a hulok és még néhány állatfaj, ezek mind emberszabású majmok, csak nem szeretünk róla beszélni. Meg a bonobók ugye az utóbbi időben azok eléggé szenzációs számba mennek. Ez semmi más nem mutat, mint a szavannákon egy fűnek a megjelenését, ami arra kényszerítette az emberősöket, hogy amikor leszálltak a fáról, akkor kénytelenek voltak kiegyenesedni, mert a fű közül másképp nem láttak ki. Úgyhogy az emberek fölegyenesedésének az az oka, hogy megjelentek a magas fűek. És van 10 olyan felfedezés, ami az emberiség életét megváltoztatta. Ezeken egyenként bemutatom, úgyhogy itt most nem sorolom föl. Az egyik az a kőeszközök, amiből persze természetesen rögtön fegyvereket csináltak. Ugye azon kívül, hogy bőrkaparók, meg sok minden ilyen hasznos eszköz készült. A tűz felfedezése, ami először egy elcsípett villám, fenntartott tűz, és a második lépcsőben már maga az ember tudott tüzet csiholni. Ugye a tűznek az volt a jelentősége az étkezés szempontjából, hogy egy csomó olyan kemény cuccot, amit nem lehetett megrázni, azt megfőztek, vagy megsütöttek, és onnantól kezdve lehetett tenni. Úgyhogy az ősemberek jólétének az egyik kulcsa az volt, hogy felfedezték a tüzet. Na, lakás, lakóhely. Ugye ez egy őskőkori hely, a Scarabrae nevű, a skóciai Orkney-szigeteken található. Az a nevezetessége, hogy ezt senki nem találta soha. Aztán jött egy óriási tengeri vihar, lesöpörte róla a homokot, és napvilágra került a Scarabrae nevű település. Gyakorlatilag ma már azt lehet mondani, hogy ez az első állandó emberi település, amit valaha találtak. Öltözködés kezdetei. Ez a szép ember bőröket hord még. Aztán később megjelentek ugye a szövött textiliák, mikor felfedeztek különböző növényi rostokat, de az még egy kicsit odébb van. Művészetek kezdete. Ez Észak-Spanyolországban van, ez az Altamirai barlang. Ez az ősember művei közül valaha volt legszebb.
ezen 25 ezer éves, némelyek szerint még idősebb, de olyan tökéletesen ábrázolja a bölényt, hogy valami egészen elképesztő. A fizi közlekedés. Ugye kezdetben malának a tutajok, majd megjelentek az úgynevezett bödönhajók, amik itt előtérben láthatók. Egyetlen fatörzsből kivált és kiégetett hajócskák, vagy csónakok, amivel a vízen közlekedni lehetett. Hangszerek megjelenése, ez is az egyik nagy vívmány. Ez egy ősi furulyaszerű valami, meg egy dob. Ugye a dob az még ma is egy csomó kultúrában a legfontosabb hangszer. Kötél, ezzel lehetett ugye állatokat fogni, ezzel lehetett egymáshoz erősíteni dolgokat. Növényi rostokból lehetett kötelet tekerni. A kerék, na ez volt az egyik legnagyobb vívmány az emberiség történetében. Ez olyan 6-7 ezer évvel ezelőtt jelent meg a kerék közel-keleten. Ekkor még tömör fakerekeket használtak. Később jött aztán a küllőnek a felfedezése, ami sokkal rugalmasabbá tette a közlekedést. Na, kollektív tudat. Ebben nem megyünk bele nagyon. A lényeg az, hogy az ember gége fője átalakult, ami által beszédre lett képes. És kölcsönösen tudtak információt cserélni. Na most ezek után elkezdődött Afrikából a kiáramlás. Ugye ezt ma már kétségtelenül lehet tudni, hogy Etiópiában volt az emberiség bölcsője, és innen kezdtek szétáramlani az emberek. Ugye Afrikában, Dél-Afrikában vannak még nagyon komoly leletek 120 ezer évvel ezelőttről, de aztán indulás Európa és Ázsia felé, 100 ezer, 80 ezer éves, a többi, egészen Ausztráliáig, ahol már 50 ezer évvel ezelőtt megjelentek az első emberek. Amerika volt az utolsó. Ugye ahhoz kellett az a földhíd a Bering szorosnál, amikor még alacsonyabb volt a tenger, és összeköttetésben volt Kelet-Ázsia és Észak-Amerika. Akkor kezdtek átvándorolni az emberek 25 ezer és 15 ezer évvel ezelőtt között. Na most ezek után kezdtek kialakulni az emberi fajták. Ugye a fajokat nem mindig mondani, mert az emberiség egy faj. Ennek az oka az a ruhaviselet eltérő volt, valamint a napsugárzás. Mi volt kitéve a napsugárzásnak? Évtízezrek alatt alakult ki olyan, hogy létrejött a három vagy négy rassz, ugye ez ma is vitatott, hogy három van vagy négy, az európid, az a fehér ember, van a mongoloid, azok a sárgák, ferdeszeműek, mit tudom én, hogy nevezik őket, a negroid, a feketék, és az ausztrálidok, akik külön, külön raszt képeztek egészen addig, amíg ki nem derült, hogy genetikailag annyira közel vannak a negroidokkal, hogy ma már együtt kezelik őket. Letelepedés és annak a következményei. Ugye a letelepedésnél a földművelés kezdete az, ami igazán jelentős. Ez olyan 9-10 ezer éve jelent meg Mezopotámiában, tehát a Tigris és az Eufrátesz folyóknak a közén, ahonnan nagyon sok kultúra ered. Vannak kedvező hatásai, ugye bővült az élelmiszerkészlet, van kedvezőtlen hatása a földművelésnek az, hogy letelepedtek az emberek szorosan egymáshoz, ami teret nyújtott ugye a járványoknak, és így tovább, és így tovább. Kialakultak a nyelvek. Na most a mi európai, amerikai nyelveink általában indo-európaiak, ez alól kivétel Európában a magyar, meg a finn és a baszk nyelv. Ezek nem indo-európaiak, de volt egy ilyen régi proto-indo-európai nyelv, amiből aztán szétágazás útján jöttek létre a különböző nyelvek. A mezőgazdaság felvetette azt, hogy a rengeteg termést, amit megtermeltek, azt tartósítani kell, hogy ne rohadjon szanaszét. Ez volt az az időszak, amikor a sót aranyárban mérték, sőt,
sokkal drágább volt a só, mint az arany. Hát így néz ki egy sókristály, egy szabályos kocka, hogyha nem zavar bele semmi. Így képződik a só. Na és akkor jönnek a történelemnek a kezdetei. Városok kialakulása, ez az első komoly dolog. Az építkezések ugye a városokban, majd a városok terjeszkedése eredményeképpen a hódítások. Na most az első birodalmak, ugye Kis-Ázsiában és Mezopotámiában jöttek létre, nagyjából még egy csomó ezek közül egyidejűleg is, tehát egymás mellett léteztek ilyenek, hogy Mári, meg Mitanni, meg a Hikszoszok, meg a Hettiták, és a Sumérok, Akkádok, Asszírok, Babilóniak. Ezek nagyjából mind a közel-keleti, közép-keleti területen. Igen, ám, de voltak más kultúrcentrumok. Például Indiában az Indus folyónak a mentén, ez a Mohenjo-daro és Harappa nevű kultúrák, és Afrikában ugye Egyiptom, hát ezt mindenki ismeri, és Amerikában a majákat kell említeni, akik sokkal régebbiek, mint korábban hitték. Szóval 10 000 évvel ezelőtt már léteztek a maják Amerikában, mint törzs. Megjelentek a lovak. Ezt mire használták természetesen az emberek haditechnikára? Úgyhogy következett körülbelül 5000 év háborúskodás, amit a lovak tettek lehetővé. És kezdett kialakulni ugye a gazdagság, a pénz szerepe, a pénzforgalom szerepe, aminek a főszereplője volt az arany, meg az ezüst. Erre majd még mutatok valamit. Az első település a világon, ez a Göbekli Tepe nevű, ahol nem lakott senki, csak szentélyek voltak, és ezek a farabott kő szobrok jelzik a helyét. A valódi települések közül Csatálhőjük az egyik, ez a mai Törökország területén van, a másik meg Jerikó. Ugye ezt a Bibliából ismeretes név. 11-12 000 éves települések ezek. Mohenjo-daro, az Indus mentén, ott jelent meg az első fürdőmedence a világon. Közfürdő. Tehát itt ebben az időben már a tisztálkodásra is figyelmet fordítottak. Na, itt egy arany. Ez az úgynevezett termésarany, ami önmagában jön létre. És van a termésezüst, aminek így néz ki. Tehát ezek tulajdonképpen teljesen szabálytalan formájú, úgynevezett konkréciók, tehát kikristályosodott része ennek a két csodafémnek. Kezdődtek az óriási építkezések, és ennek eredményeképpen az eltérő fejlődés. Ugye Egyiptomban a piramisok, azok az első ismert építészeknek a nevéhez fűződnek. Ugye Szakkarában volt az első lépcsős piramis, Djoser fáraónak a műve. Érdekes módon fönnmaradt az építész neve, Imhotep. Hieroglifák megfejtésénél kiderült. Aztán egy Hemionu nevű építész hozta létre a piramisokat, a gizei piramisokat, ugye ez a Cheops fáraó és társai, majd mutatom. Az ősi Közép- és Dél-Amerika kultúráinak az építészete rendkívül jelentős, itt a Teotihuacántól kezdve a maja romokig nagyon sok mindent lehetne említeni, Mezopotámiában. Paloták, tornyok, zikkuratok, Bábel tornya, akármi, Szemiramis függőkertje, sok nevezetes épület volt ebben az időben, a világcsodák közé sorolható módon. Na most az Ó és az Új Világ fejlődése az nagyon eltért. Tehát Amerika a többi kontinens fejlődésétől nagyon nagy mértékben eltért. Ennek az oka az, hogy modern elméletek kimutatták, hogy a kelet-nyugati irányú tagozódása az a kultúrák terjedése szempontjából előnytelen. Ugye gondolkodjunk el például Amerikáról. Ugye vannak a trópusok, utána jön az áthatolhatatlan őserdő rész, akkor jön Közép-Amerika, keskeny föld, szoros,
aztán ilyen a Mexikó területe, Egyesült Államok területe, hegyes vidékek jönnek keresztbe. Tehát az egymás közti vándorlás az nem volt igazán biztosított, és ezért van az például, hogy az inka civilizáció nem értesült arról, hogy a maja civilizáció, az aszték civilizációt hazavágták a spanyolok. Pedig eltelt a kettő között körülbelül 100 év. És egyszerűen nem tudott elterjedni a kelet-nyugati tagozódás miatt. Nem ismerték Amerikában a kereket. Nem volt igavonó állat. Tehát egészen más elvek alapján alakult ki a társadalmi berendezkedés. Joseph Harrow lépcsős piramisa szakadában. Ez a három híres egyiptomi piramis, Keops, Kefren és Mikerinus fáraók, illetve az ő nyelvükön Kufu, Kafra és Menkaure. Ez nagypapa, apa és fia egymás után következtek. És minél kisebb a piramis, annál inkább ifjú. Tehát a nagypapái, a Keops az a legnagyobb, a Kefren az a középső és a Mikerinus piramis a legkisebb. Köszönöm kicsisége, de mondjuk. Isztár kapuja Babilóniában. Ez volt az első olyan építmény, ahol színezett kerámiát használtak. Ezzel van kibillelve a kapu. Na most volt egy német régész csapat, aki fogta az egészet és leszerelte. És Berlinben van egy múzeumban az eredeti, de most már a babiloniaiak újraépítették, mert már két példányban van a világon. Bábel tornya. Ugye, Bibliában azt mondja a szöveg, hogy az emberek nyelvét itt zavarta össze az ember, mert az Isten nem nézte jó szemben azt, hogy az égbe törekszenek. Na most ez a híres Peter Bruegel nevű holland vagy német alföldi festőnek a műve, semmi nem maradt fönt a Bábel tornyából, úgyhogy ez egy teljesen elképzelt valami. Na, további fejlődés. Ugye kellett ahhoz föltalálni az írást. Na most az írásnak rengeteg fajtája van. Itt felsoroltam egy csomót, nem biztos, hogy érdemes mindegyikre kitérni külön. Az egyiptomi hieroglifáknak a megfejtését azt a Rosetti kő tette lehetővé, amit Napóleon katonái találtak ugye az egyiptomi hódító hadjárat idején. Azon megvolt demotikus írással, tehát a korai hieroglifákkal, rendes hieroglifákkal és görögül a szöveg. Na most innentől kezdve meg lehetett fejteni, ugye. Aztán a különböző írások, a latin betűs írásig, meg a círil betűség, még nagyon sok minden fordult elő. Megindultak a tengeri utak, tengeri kereskedelem, a felfedező utak. Létrejött a Selyemút, ugye Kína és Európa között a kereskedelmi szállítások lebontatták, de bonyolítására. És létrejött a nyomtatás, ugye ez volt megint egy óriási lépés. Na, az írások közül a Phaistoszi korong, ezt Krétán találták, ennek az írásjelei, azt hiszem 45 írásjel, mai napig nem tudták megfejteni, hogy ez mi. A másik krétai írást, az úgynevezett lineáris bét, azt megfejtették, ezt nem. Mai napig nem tudják a legbonyolultabb számítógépes programok sem. Van egy Kúfi nevű iszlám irányzat, ugye ezek a misztikus iszlám hívői, és ezeknek az írás jeleit mutatja be ez a tányér. Ezek a Kúfi iszlámoknak a terméke, ugye a kerengő dervisek, amikről mindenki hallott. Egy középkori piktor, vagy írnok jobb oldal, balra pedig Botticellinek az egyik festménye, Szent Ágoston, a saját cellájában. Hát a két kép közötti különbség az nagyon szembetűnő, ugye, mert a scriptornak az ábrája még nem tudott a perspektíváról, Botticelli már tudott.
Úgyhogy ez látszik a két-két közötti különbségen. Gutenberg ilyen gépet csinált, ez óriási lökést adott a fejlődésnek. És ugye a felfedezések. Na most a felső két bélyeg az Kolumbusznak a zászlós hajója, a Santa Maria, illetve jobbra pedig az egész flottája. És alul így nézett ki a Santa Maria a valóságban. Sejem út, ugye Kína és Európa között. Ez egy többvágú közlekedési figura volt, mert tengeri Sejem út is létezett. Hódítások. Ugye ez volt az egyik spanyol görény, bocsánat, konkvisztádor, aki leigázta a Cortés, ugye leigázta az aztékokat, és elkezdte kiirtani őket. Ez pedig a Moctezuma, meg tévesen Montezumaként szokták emlegetni, holott a valódi neve Motecuhcoma Sokoyocin. Ebből lett aztán végül is közmegegyezéssel a Moctezuma név. Ő volt az azték tlatoani, azaz uralkodó. A másik disznó, ez a Pizarro nevű spanyol konkvisztádor, ő az, aki az inkákat gyakorlatilag, majdnem azt lehet mondani, hogy kiirtotta. Ott pedig a jobb oldali képen Atahualpa, ez a második Atahualpa, ez volt az inkáknak az akkori főnöke. Az inkáknak a királyát úgy hívták, hogy Inka, tehát az volt a neve az uralkodónak is. Még nagy felfedezők ugye a James Cook, ugye Ausztrália, Tasmania, stb. Felfedezője, és a Föld első körülhajózója Magellán, aki nem tudta beteljesíteni a hivatását, de a flottája beteljesítette, mert szegény ember út közben elhalálozott. És ekkor jött az úgynevezett acceleráció kora, tehát a gyorsulásnak a kora, és itt rohamosan fejlődik minden. Tudomány rohamosan fejlődik. Megjelentek olyan tudósok, mint Tycho Brahe, Kepler, Galilei, ezeknek a tevékenységét az egyház nagyon erősen gátolta. Ugye hát itt Giordano Brunót, az egyiküket meg is égették a nézetei miatt. Kezdődött a globalizáció, ami megállíthatatlan, akárki akármit is dumál. Azt szoktam mondani, hogy ha jön a globalizáció, egy módon kerülhetjük ki, hogy ásunk egy gödröt és belebújjunk, és fölöttünk elmegy a globalizáció, és csak rosszul járhatunk. Ekkor kezdték használni az energiát, vizet, gőzgépet, majd később kialakult ugye a benzinmotor. Itt felsorolok a 20. század nagy tudósai közül egy csomót. Ugye hát Einstein az mindenki ismeri, ő kapcsolta össze az időt és a teret. Aztán Madame Curie, ugye rádióaktivitás felfedezője. Aztán a többiek meg az atommodell, meg a kvantummechanikának, relativitásnak a továbbfejlesztői. Tehát itt nagyon nagy nevek a tudományban, akiket itt felsorolt, nem hiszem, hogy érdemes külön belemenni. Felfedezték a rádióhullámokat, felfedezték a röntgenhullámokat, stb. Stb. Ezeknek a felhasználása azért ma már nagyon széles körű, hogy a rádiótávcsövek például a világűrt szondázzák rádióhullámokkal. Van az LHC, ez a Large Hadron Collider nevű óriási 27 kilométeres hosszúságú kör alakú részecske gyorsító, amiben a modern fizikának egy csomó eszköze vizsgálható, tehát például a Higgs boson nevűt felfedezték azt a részecskét, amit mindenki tudta, elméletileg bebizonyították a létezését, de ez az LHC föl is fedezte. Megismerték a gravitációs hullámokat például, ami megint egy érdekes dolog. 1 milliárd évvel ezelőtt valahol a világegyetemben nagyon távol két fekete lyuk összeütközött. És ennek eredményeképpen torzulások léptek föl a gravitációs erőkben. És ezt is sikerült
detektálni, tehát észrevenni. Szóval nagyon nagy haladás történt. Most ott tartunk, hogy 7,5 milliárd ember népesíti be a Földet, és 7 milliárd mobiltelefonjuk van. Na itt néhányan a nagy említett tudósok közül, azért erre egy pár szót érdemes vesztegetni. Ugye Tycho Brahe az első, az a dán csillagász, aki annyi mérést hajtott végre a világűrben, és annyi felfedezést tett, hogy csillagászok további nemzedékei értek belőle nagyon sokáig, többek között Kepler is, az ismert emberek közül. Na most ő egy párbajhős volt, akinek egy csatában levágták az orrát, úgyhogy a hátralévő életében műorral közlekedett. És elment Prágába, ott Kepler főnöke lett, és így tovább, és így tovább. A következő Kepler a középső képen, ugye ő az, akit a felesége állandóan pénzért pumpolt, ezért kénytelen volt asztrológiával is foglalkozni a csillagászat mellett. Persze pénzért. Érdekes figura Kopernikusz is. Ugye ő volt az első, aki könyvben ki merte adni a heliocentrikus, tehát napközéppontú világegyetemnek a leírását, és azzal próbálta megúszni az egészet, hogy ő a pápának ajánlotta a könyvét. Gondolom, hogy ezzel nem lesz mű. Nem is lett, mert azért, mert Kopernikusz meghalt, mire odaért a pápához a könyve. Galilei. Ugye ismert dolog, ő az, akit a inkvizíció és az egyház élete végéig szobafogságra kárhoztatott, de amikor ott hagyta a tárgyalást, akkor jelentette ki az íres mondását, ugye, hogy eppur si muove, vagy és mégis mozog már, mint a Föld. Newton középen alul. Ugye ő az, aki elaludt az almafa alatt, és arra ébredt, hogy a fejére esett egy alma. És erre föl-föl találta a gravitációt, és kidolgozta ennek az elméletét. Descartes, az utolsó, francia filozófus és polihisztor, természettudós, stb. Aki például a Koppelhér a skandináv tudományos életet is föllendítette azzal, hogy a Krisztina királynő időszakában ő volt az udvari tudós. Ez egy ismert figura, ugye vicces ember hírében állt, ez a második kép azt mutatja. És ez pedig a korunknak a legnagyobb élő fizikus, illetve már nem él, mert idén halt meg márciusban. Ő volt a Stephen Hawking. 21 éves korában már annyira sorbat volt az izomzata, hogy 2 évet jósoltak neki, és bizony élt 76 éves koráig, ugye most halt meg idén. A modern fizikai felfedezéseknek egy jelentős része, például a fekete lyukak elmélete és felfedezése, ez az ő nevéhez fűződik. Az volt az érdekes, hogy egyetlen izmát tudta mozdítani egész életében, a bal felé tudott mosolyogni, picit. Azon kívül próbálja meg mindenki csukott szájjal mondani a szöveget. Csináltak egy olyan gépet speciálisan neki, ami ezt a belső szöveget le tudta olvasni, hangát tudta alakítani, úgyhogy ez a pasas a tolószékében egyetemi előadásokat tudott tartani. Úgyhogy rendkívül érdekes figura volt. Na, ez pedig a Large Hadron Collider-nek a folyosója, ez az, ami 27 kilométeres kör részecske gyorsítás. Két irányból ütköztetik a részecske nyalábokat, és ennek eredményeképpen a találkozásuk pillanatában már majdnem fénysebességgel adódik össze, és óriási felfedezések várhatók itt. Na, mi lesz? Ugye hát ez is egy érdekes kérdés, életmódváltozások. Ugye hát a kommunikáció fejlődése eredményeképpen az is elképzelhető, hogy 24 órás életrend lesz a világon. Ugye a teniszoktatóktól kezdve a könyvelőkig bezárólag mindenki, mert az egész földgolyó valamelyik részén éppen folyik az aktivitás.
Tehát nem lehet becsukni a boltot, hogyha valakinek világ jellegű kapcsolatai vannak, például külkeresek. Úgyhogy környezet és éghajlatváltozás van nagyon erősen folyamatban. Ugye nem csak a szén-dioxid, azt szoktuk emlegetni, de hát a marháknak az ellentése sokkal súlyosabb hatást vált ki, ugye metánt ellentenek, aminek 25-szörösen erősebb hatása van, mint a szén-dioxidnak. Tudásmennyiség már 10-12 éve megduplázódik. Tehát olyan fejlődés megy végbe, hogy szinte elképzelhetetlen. A polihisztorok korra lejárt, sajnos. Tudomásuk kell venni, szerettem volna az lenni, de nem sikerül. Oktatásnak a szerepe. Ugye muszáj egyszerűen fejleszteni az oktatást. Ez a fogalom, ez most már uralkodóvá vált, hogy lifetime learning, tehát élethosszig tartó tanulás. És ha valaki meg akar kapaszkodni a világon, muszáj ezt csinálnia. Na most a pusztulásnak a megakadályozhatóságában még most is sokan hiszünk, vagy hisznek. Én már talán kevésbé. Van a termodinamikának a második főtétele a fizikában, ez az úgynevezett entrópia tétel, ami úgy szól, hogy minden egyes rendszerben, a rendszerben résztvevő részecskék a lehető legnagyobb rendezetlenség irányában hatnak. Tehát magyarul a hulla feloszlik. Na, és így tovább. A részecskéi rendezetlenek lesznek. Na most ez az entrópia, ez annyira világméretű törvény, hogy csináltunk mi, amit akarunk. Ha előbb nem, akkor 100 milliárd év alatt szétmegy a világegyetem. Ugye? Szóval itt ez idő kérdése. Persze azért, hogy a gyerekeink meg az unokáink létezhessenek és élhessenek nyugodtan, azért sok mindent meg kell tenni. De most sokan felvetették, hogy az egyetlen alternatíva már a világűr lesz. Tehát, hogy az ember hagyja el a földet és költözzen máshova. Na, erről majd még beszélek röviden. Milyen jellegű veszélyek fenyegetnek a valóságban? Ugye vannak olyan veszélyek, amelyek globális hatásúak, vannak olyanok, amelyek helyiek. Például globális hatású lehet egy olyan kezdeti, lokális, helyi járvány, ami aztán elterjed a világon, és globális lesz. Előre jelezhető, illetve valószínűsíthető, illetve váratlan veszélyek lehetnek. Erre is van példám, ugye a felmelegedés előre jelezhető, a szupervulkán kitörése. Az valószínűsíthető, például a Yellowstone Park előbb-utóbb föl elpusztul Amerikában egy ilyen vulkánkitörés miatt. A váratlan pedig egy kis bolygó becsapódása, tegyük föl a Földre, aminek eredményeképpen nem a dinoszauruszok, hanem mondjuk az ember pusztul ki ezúttal. A súlyosság szempontjából is más. Az egész világra hat-e a veszély, vagy csak az emberiségre, vagy uram, bocsánat, csak az emberiség egy részére, idézőjelben a csakot, ugye. Elhárítható, vagy kivéthetetlen. Ugye a nukleáris háborús fenyegetés elhárítható, de amikor már lepotyog egy hidrogénbomba, az már nem. Fokozatos, vagy azonnali hatás. Ugye ez a biotechnológiai katasztrófa, az például fokozatos, ugye tehát például a kokáért elterjednek a világon azok az invazív növények, amik elpusztítják a többi növényt. Vagy a másik pedig a mondjuk egy megacunami, tehát egy olyan tengeri hullámáradat, ami elpusztít mindent. Az egy azonnali hatás. Most még másképp is föl lehet osztani. Emberi eredetű, környezeti eredetű, biológiai és űrből jövő veszély. Tehát nagyon sokféle veszély fenyegeti azt az egész folyamatot, amit én próbáltam itt mostanáig összefoglalni. Fenyegetettség példái az űrből. Ez a legkevésbé izgalmas manapság, mert a legkevésbé valószínű.
Ugye hosszú távon mindenképpen, mert el fog pusztulni a világegyetem. Sokkal előbb következik be a napnak a felfúvódása, ez olyan 4-5-6 milliárd év múlva, amikor ugye úgy szágul ki a nap, mint egy óriás csillag, amit az előbb meséltem, gyakorlatilag a Föld pályán kívülre, tehát megfőlünk egy szép lassan. A fekete lyuknak a közelítése, hát az elég valószínűtlen, ugye, mert elég messzi vannak. A gamma robbanás, na ez veszélyes lehet, egy szupernova robbanása, amennyiben néhány millió kilométeren belül történik, mert akkor az elérheti a Földet is. Ugye ez is azzal jár, hogy szépen elégünk. Ezt hívják gamma robbanásnak. Akkor csillagütközés, az esélye az közel nulla, ugye, hogy a napba beleütközik egy másik csillag, mert akkor is égünk van. Aztán a kedvenc témája a science fictionnek, ugye az ellenséges földön kívüliek. Honnan a fenéből tudnánk, hogy ellenségesek-e? Nem mindenki ember. Na most itt kell megemlíteni a Fermi paradoxont, ugye a Fermi a legnagyobb atomtudósok egyike. Ő mondta azt, hogy ha a Föld egy tipikus bolygó, és megoldható a csillagközi közlekedés, akkor itt már réges egy nagy tolongásnak kéne lennie. Most ezt mindenki próbálja meg maga szájíze szerint értelmezni. Jelen pillanatban a mi ismereteink szerint nem lehetséges a csillagközi utazás. Ma még. Majd mondom, hogy mikor lesz. Na, környezeti fenyegetések és veszélyek, ugye hát szorosabb tárgyunkra térve. Hát a felmelegedés, melegházhatás. Itt nem csak a szén-dioxid, hanem az említett metán is, meg a freonok, azok a gázok, amik a fejekben vannak gyorsítógázként, illetve voltak, mert most már betiltották. Az is egy vitatott téma, hogy ez a felmelegedés nem a két jégkorszak közötti felmelegedés, aminek természetes okai vannak, vagy tényleg az emberiség okozza, de ma már senki nem kételkedik abban, hogy az emberek okozzák, kivéve egy bölcs amerikai elnököt. Na, a másik a vízhiány, ami fenyegeti, mint környezeti veszély az embereket. A vízlábnyomnak nevezik azt a fogalmat, ami fejenként naponta a világon mennyi fogy. Ez 5750 liter, tehát rohadtul sok. Jó, ebben benne vannak az öntözés adatai, meg stb. De a lényege az ugye, hogy édesvíz kifogyóban van. És a következő háborúk a legtöbb történés szerint a vízhiány miatt fognak kirobbanni. Élelemhiány. Hát ez lehet strukturális oka, tehát hogy mit termelünk, ugye mert mondjuk búza és kukorica termesztése viszonylag egyszerű, zöldségnövényeket termelni, hatszorosan jövedelmezőbb, de munkaigényesebb, tehát nem szeressük. Na, a genetikailag módosított organizációk, tehát a génmódosított élelmiszerek. Ugye ezt nagyon sok ország tiltja. Szerintem abszolút rövidlátóan Magyarország is tiltja persze, meg Európában a legtöbb állam. És mi van akkor, hogyha az emberiség szaporodik és kéne az az élelem? Mi van akkor? Ugye? Erre ezt nyugodtan lehetne kérdezni. Mi van akkor, ha egy növényfest is támad, és közben olyan GMO-nk van, ami úgy van módosítva, hogy betegség ellenálló. A másik hülye kérdés, de azért fölteszem. Ugye Ausztriában például a kukoricának a genetikailag módosított válfajának a termelése meg van engedve. Na most mi a frászt tiltunk? Nyugati szelek az uralkodók, ugye? És jön a kukorica pollenje Magyarországra, tehát lehet, hogy Nyugat-Magyarországon már rég génmódosított kukoricát termelünk. Az egész egy képmutatás. Na, ezért környezetszennyezés, hát itt nem különösebben érdemes részletekbe menni. Itt az utolsó 150 évre jellemző a környezetszennyezés.
átkozható ezért a tudomány, hogy későn ébredt föl, de leginkább átkozható a politika. Ugye, mert a politika feladata lett volna különböző intézkedéseket meghozni arra vonatkozóan, hogy a meleghatás csökkenjen. Külön probléma a szemét. Ugye a Csendes óceánban már felfedeztek egy olyan úszó szemét tömeget, aminek a területe 3 Magyarország. És így tovább, és így tovább. A vizek kérdése ezzel kapcsolatban, a reciklálás, tehát az újrafeldolgozása a szemétnek, az egy kibúvó lehet ez alól. Hang- és fényszennyezés, erről keveset beszélünk. Ugye, ahol nagyon erős a világítás, ott nehéz elaludni, és az emberek idegroncsok lesznek. Ugye a hangszennyezés. Legutóbb Kubában és Kínában diplomaták fertőződtek meg különböző problémákkal, és kiderült, hogy hangszennyezés, tehát hanghullámok. Most nem is szólva az infrahang fegyverről, amit például a Föld köré műholdra lehet egy infrahanggenerátort föllőni, ami infrahangokat, tehát az emberi fül számára nem hallható alacsony frekvenciájú hangokat sugároz, ami körülbelül 3-4 perc alatt az emberek agyát tépké olvasztja. Tehát nem kell csinálni semmit, az épületek megmaradnak, csak a lurkók pusztulnak ki belőle. Szóval elég mocskos dolgok vannak itt már. Ja, és hát az atomenergia, ugye mi még mindig ott tartunk, hogy atomerőművet építünk, a világnak a túlnyomó részén ezt már kezdni kell felejteni. Na, itt vannak a környezeti hatások egy kicsit összeszedve. Úgyhogy mivel, hogy angolul van, mondom. A eső és a hó eloszlási formái változnak ennek eredményeképpen. Aztán az állatok vándorlási útvonalai változnak meg. A jég és a hónak az olvadása, hát például a gleccsereknek a visszahúzódása, és például az északi sarkon magán már egy csomó gleccser megszűnt, egyszerűen megszűnt. Aztán erősebb viharok, ugye hát ennek már részesei vagyunk gyakorlatilag. Normális években 2-3 hurrikán volt Észak-Amerikában, az utolsó években 6-7. És erősebbek, mint a szokott viharok. Aztán sokkal több a szárazság és az erdőtüzek. Ez is a felmelegedés miatt van. A permafrost, tehát az állandóan fagyott területek a sarkvidékeken olvadnak. És mi lesz belőle? Metán szabadul föl. Óriási mennyiségben. Ugye ennek az oroszok például örülnek, mert Szibéria fölmelegedik. És ők is becsukják ugyanúgy a szemüket, mint a hülye Trump. Tagadják egyszerűen a felmelegedés veszélyét. Aztán károsodó korállok. Tehát a csodálatos korálmezők kifehérednek, mert a vízhőmérsékletének egy fokkal való emelkedése az már a koralloknak a 40%-át írja. Tehát borzalmas hatások vannak. Emelkedő tengerszint. Hát ez is a tengerparti városok számára az egy tragédia lesz. Abban a pillanatban mihelyt a gleccserek olvadoznak, ugye édesvizek tömegét kapják a tengerek. Emelkedik a tengerszint. Melegebb óceánok, ugye strandolóknak esetleg jó, koralloknak nem. Olyan is van például a kokáért, hogy felmelegedő óceán terület, ez az úgynevezett El Niño hatás, aminek az az eredménye, hogy a planktonok, amelyek a hideg vizet szeretik, kivesznek a melegebb vízből. Perúban 120 ezer halásznak szűnt meg az egzisztenciája miatt, amikor jön az El Niño hatás, tehát a fölmelegedő tenger. Azt hiszem elég, nem? Szóval ilyen jellegű problémákkal kell az embernek megküzdenie, és őszintén szólva túl sokat nem teszünk érte. Konkrét veszély az elsivatagosodás. És Európában kimutatták, hogy Hollandia és Magyarország a két legveszélyeztetettebb terület.
ha így megy tovább, akkor Magyarország 80 év múlva sivatag lesz. Pontosabban az Alföld. Mert a hegyekben még talán nem. Élelem és vízhiány keletkezik, ugye a sivatagosodás eredményeképpen. A szudáni és részben a szíriai polgárháború, ez is a vízhiányra vezethető vissza jelentős mértékben. 2030-ra másfélszeresére nő a polgárháborúk és egyéb háborúknak a száma, ami a víz miatt és egyéb hiányok miatt robban ki. Ugye a menekült kérdés, amit most nagyon akut kérdésnek tartunk, ez éleződni fog, nyomás lesz Európára, a fejlett világokra, ugye területszerzési kísérletek, nagyon sok minden lehet itt, amin egy negatívumként jelentkezik. Várható helyzet Magyarországon. 2020 és 2050 között a jelenleginél 30 nappal több lesz olyan évente, aminél hőségriadót kell kiadni. Na most ebbe egy lakásember belehal, ugye? Ez se egy mellékes dolog. Említettem Hollandia és Magyarország elsivatagosodását. A nyarak költségesek lesznek mindenki számára, mert légkondicionáló berendezést muszáj lesz, aki nem bírja a meleget, és a többség nem bírja. 2050 után 100 nap lesz évente Magyarországon, ahol 30 fok feletti maximum hőmérsékletek lesznek. Ez egy évnek majdnem az egyharmada. Úgyhogy elég komoly. 15-20%-kal nőnek a halálesetek ennek eredményeképpen. Szárazak, aszályosak lesznek a nyarak, nedvesek lesznek és enyhébbek a telek. Következésképpen a vérszívók elszaporodnak, ugye, mert például a kokaira kullan csak azért tudnak bedögleni, mert télen szétfagynak. Kullan csak maradnak, akkor elég nagy bajok lesznek. Az ultravióla sugárzásnak, tehát az ivolyán túli sugárzásnak a B változata erősödik, aminek eredményeképpen a melanoma tünetek megjelennek, ugye a bőrrák magyarul. És már is ott tartunk, hogy közel kétszerese a bőrrákoknak a száma Magyarországon, ahhoz képest amennyi 2000-ben volt. Tehát itt nem, hogy mondjam, nem fantomokat kergetünk, hanem tények. Egy ábra. A Maldív-szigeteknek, ami egy turista paradicsomban még, a fővárosát úgy hívják, hogy Malé. Az egész város legmagasabb pontja 2 méterrel van a tengerszint felett. És mi van itt? Ugye halálra van ítélve az egész főváros. Gyakorlatilag rövid időn belül. Na most ez egy kicsit komplikáltabb dolog, nem megyek bele a részletekbe. Ez a termohalin cirkuláció, tehát magyarul a tengeráramlatoknak a kérdése. Ugye itten pirossal vannak jelölve a meleg áramlatok, és kékkel a hideg áramlatok. Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy amikor a víz hidegebb vagy sósabb, akkor nehezebbé válik. Ezért van az, hogy a Golf áramlat, például ugye, ami végigvonul az Atlanti-óceán északi felé, az Grönland és Norvégia között lesüllyed, mert nehezebb lesz, hidegebb lesz, sósabb lesz. Ennek következtében, hogyha a felmelegedés előáll jelentős mértékben, a golfáram leáll, mert nem fog lesüllyedni, és nem tud visszajönni a mélyebb tengervizekben. Ennek következményei pedig halálosak Európára nézve. Ugye éghajlatilag a mínusz 30-40 fokok napirendben lehetnek, és így tovább, és így tovább. Így néz ki egy hurikán fölülről nézve, ez a 2010-es híres Katrina nevű hurikán. Ott be van rajzolva fekete kismomalakkal az a félsziget, ami New Orleans található. Ezt a várost elárasztotta a Katrina hurikánnak a vize. Ez volt az első 5-ös nagyságrendű hurikán a 20. században, ami a legerősebb, és itt 300 km-es szélsebességekről beszélnek.
Itt van az El Niño, amiről az előbb beszéltem, ugye a fölmelegedő óceán rész itt fehérrel van kiszínezve. Ez az, ami a planktonokat lehetetlenné teszi. Ennek következtében a halak elvonulnak onnan, a perui halászok tönkre mennek, és így tovább, és így tovább. Na, így néz ki egy cunami, hogy ez hogyan keletkezik, hogy egy ilyen szökőár. Ugye, amíg a tengeren, nyílt tengeren van, addig laposak a hullámok, mert a rengéstől támad mondjuk a hullám, és hosszúak a hullámok. Ahogy közeledik a sekélyebb víz felé, egymásra torlódnak ezek a hatások, egyre magasabb lesz, és egyre közelebb lesznek egymáshoz a hullámok. És aztán itt volt ugye a 2004-es földrengés az Indiai óceánnak a keleti részén, amikor is ugye az történt, hogy 9,2-es erősségű volt, tehát ennél a 20. század óta, eleje óta csak egy volt, ami erősebb Chilében. Ez a földrengés, ez a cunami 240 ezer ember életét követelte, elsősorban Szumátra szigetén. De Ceylontól kezdve Indiáig és Kelet-Afrikáig mindenhol pusztított. Ugye ezek sugarasan terjednek szanaszét. A rengés középpontjából kiindulva minden irányban terjed a cunami. Hát ezek a tektonikus lemezek, ugye, amiről már beszéltem, hogy ennek három fajtája van, ami az egyik alá csúszik a másiknak, a másik az ütközik, ez a Himalája is így keletkezett, meg az Alpok is, ugye, hogy két lemez összeütközött. És a harmadik pedig, ami oldalirányban megy. Na most ez is nagyon veszélyes, hogy egymás mellett elcsúsznak. San Francisco, a földrengés 1906-ban. De most kimutatták, hogy közvetlen veszély van megint San Francisco-ban. Úgyhogy sokan már menekülnek is onnan. Ez pedig a Csendes-óceáni úgynevezett tűzgyűrű. Ennek a mentén vannak a halálos nagy vulkánok. Körbe-körbe, teljes egészében körbeveszik az óceánt. Santorini szigete, azaz Tíra, a világ egyik legszebb helye, vagy pontja. Itt körülbelül 1630 évvel az időszámítás előtt történt egy akkora vulkáni kitörés, hogy mint látható az alsó képen, a majdnem kör alakú sziget közepe kirobbant. És ennek egy olyan 150 méterre becsült magasságú cunami lett az eredménye, ami Kréta szigetén kiirtotta a civilizációt. Ami onnan délre van, ugye 150 kilométerre. És hát manapság a fönti kép mutatja, hogy milyen gyönyörű tulajdonképpen az egész, és az alsó képen az is látszik, hogy két kisebb vulkán készül létezni, ugye, ezen a gyűrűn belül. Ezek teljesen kopár, fekete szigetek, és nőnek hónapról hónapra. Na most a legigazibb és legvastagabb szupervulkán kitörés az Szumátrán volt Indonéziában. Ez a Toba nevű vulkán. Hát ez időszámítás előtt 74 ezerben történt, úgyhogy eléggé régen történt, de ezzel nem lehet azért leírni, mert 30-szor 100 kilométeres nagyságú kráter maradt utána, ami ma már tele van vízzel persze. 2-3 ezer köbkilométer vulkáni anyagot köpött bele a levegőbe ez a vulkán, ami 30 méter magasságban fedné be egész Magyarországot, ez annyi. Ugye bekövetkezett a vulkáni tél, amikor 6-9 éven keresztül ugye eltűnt a napnak a melegítő hatása, 1000 évig tartó lehűlés következett, lelassította az emberi nemnek a fejlődését, mert 3-28 ezer ember maradt élve az egész világon, földkerekségen. Úgyhogy hát azért ez eléggé nehéz volt utána lábra kapni. Na most mai hasonló méretű veszély az a Yellowstone Park az Egyesült Államokban.
ami a világ egyik legszebb pontja, de alatta van egy úgynevezett hotspot, egy több kilométer kiterjedésű óriási vulkáni forrás. Idő kérdése, hogy mikor tör ki. Átlagosan 600 ezer évente tört ki ez a vulkán a Yellowstone Park alatt, és most vagyunk körülbelül a 600 ezeredik évtáján az utolsó kitöréshez képest. Na, környezetvédelem alig-alig létezik, ugye, ha őszinték akarunk lenni. A felmelegedés súlyos, vagy nem súlyos. Létezik, nem létezik, ugye vitáznak rajta. A fejlett országokban a határköltsége a fejlesztésnek az nagyon magas. Ugye amúgy is fejlett a környezetvédelem. Minden egyes további ráfordítás már nem hoz annyi hasznot, amennyit belefetszolunk. Ezt nevezzük határköltségnek. Na most nemzetközi összefogást jelzik a különböző környezetvédelmi konferenciák. Montreától kezdve ez volt az utolsó, aminek konkrét eredménye volt. Ott tiltották be a hajtógázokat a sprayben, ugye, ami az ózont pusztította. Majdnem sikerült elpusztítani. Aztán különböző helyeken volt, ugye, hát 2010-ben 17 fős magyar küldöttség ment ki Cancúnba, üdülni Mexikóba. Körülbelül ennyit is intéztek a jó néhány fürdésen kívül. Aztán 2015-ben létrejött a párizsi megállapodás, ami végre egy nemzetközi szilárd megállapodás volt. Erre jött a Trump, aki a párizsi egyezményt felrúgja, mert ő nem hiszi, hogy felmelegedés van. Vajon kit ábrázol ez a performance? Narancssárga haja kinek van? Hát ez a Trumpának, ugye, földgolyónak átszázva. Emberi eredetű veszélyek, nem akarok itt már a részletekbe belemenni, hát lassan másfél órája beszélünk, vagy egy és negyed órája. Túlnépesedés. Ez úgy tűnik, hogy megúszza az emberiség. Több országban hoztak már olyan intézkedéseket, aminek az eredménye az, hogy nem nincsen olyan nagy szaporodás. Sőt, a legtöbb országban, a fejlett országokban a népesség csökken, sőt, előregedik. Tehát akik léteznek, azok is inkább magasabb életkorúak. A járványveszély óriási, ugye most már a vírusoknak a mutációja, változása mesterségesen is előidézhető, tehát akárki tud járványt csinálni. 918 és 920 között volt az úgynevezett spanyol nátha. Ennek 50, az kb. 100 millió áldozata volt. Nem volt felkészülve az emberiség, hogy ilyen létezik. Háborús, nukleáris csapások. Itt mondjuk a oroszok az utolsó időkig kísérleteztek, őt egy cárbomba nevű bombát föl is dobtak, ugye Szibériában. Ez 50 megatonnás volt, tehát körülbelül a hányszorosa is, ez a Hiroshima-inak mondjuk a 10-szerese, 12-szerese. Na, és a terrorizmus. Ugye hát a terrorizmusnak a fenyegetése fönnáll, sőt, nukleáris terrorizmus is lehet. Ma már elő lehet állítani aktatáska méretű atomfegyvert. Emberi eredetű veszélyek, amik a tudományosság fejlődéséből származhatnak. Ugye a biotechnológiai veszély, ezek a biotechnológiailag módosított termékek, helyett a klónozás inkább, tehát a konkrét másolás. Képzeljük el, hogy valamelyik hülye diktátornak az az ötlete támad, hogy kiválasztja a hadseregének a legéletképesebb tagjait és klónozza. És lesz egy óriási hadsereg. Szóval ezek veszélyek, tényleg. A szuperintelligencia, az is egy veszély. Mikor fordul az ember ellen? Az az intelligencia, amit mesterségesen az ember előállít. Mert van ilyen már. Már van ilyen. Nanotechnológia, ugye a nagyon apró részecskéknek a technológiája. Ennek a nanorobotokat, amit például úgy lehet használni, hogy az érfalba beleinjektálva
érelmeszesedést egyszerűen lebontják ezek az apró robotocskák. De mi van, ha ezek változnak valamiféle hatására? És az informatika. Ugye hát itt a hackerekről elég sokat beszélnek mostanában. A hackerek megbéníthatják egy országnak a informatikai rendszerét egy fizikai csapás előtt, és nem tudjuk kivédeni. Szóval itt nagyon csúnya dolgok lehetnek. Itt van az éghajlatváltozás, egy kicsit művészileg elképzelve. Ez lesz, ez a kérdés, ami a baloldali, vagy marad az, ami most van a jobb oldali képen. Az első kipusztulásra ítélt nagy ragadozó, vagy a jeges medve. Gyakorlatilag, ahogy a jégmezők húzódnak vissza az északi sarkon, annál kevesebb lesz a jeges medve. Valamilyen oknál fogva ez az állat kizárólag jégtáblákról tud vadászni. Szárazföldön éhen bedül. Egyébként a szibériai tigris, meg még mondhatnék néhány állatfajtát, ami veszélyben van. Egy ökotelepülés, ez Lettországban jött létre, Amaciensnek hívják. A szépség hibája az, hogy azért nem tud elterjedni, mert egyetlen telek az 200-300 000 EU-ba kerül, és akkor még nincs épület. És már így is 20 000 lakosa van. Abban az országban, ahol mondjuk nem mondhatnám, hogy a legfejlettebb országok közé tartozik. Na most hová mehetünk? Ugye itt ez a kérdés fölvetődik. Hát ez most történetesen az Andromeda galaxisnek az ábrája. Ide nem mehetünk, mert ez nagyon messze van. 2 millió fényévre, ami egy kicsit sok. De ha célba vesszük a Proxima Centaurit, ami a világegyetemben hozzánk legközelebb lévő csillag, az 4,3 fényévre van. A jelenleg ismert legjobb technológiákkal 90 000 évig tartana az oda vezető út. Úgyhogy egyelőre felejtsük el ezeket a dolgokat. Van egy ALMA nevű hálózat. Ezek ilyen rádiótávcsövek az Atacama-sivatagban. 5000 méter tenger fölötti magasság, teljesen száraz vidék, nincsenek városok a környéken, semmi kény, tehát ideális körülmények ahhoz, hogy a világegyetemet fürkészszék. Na és itt gyakorlatilag, mint látható, nem egy, hanem 66 rádiótávcső van, amik koncentráltan figyelik a világegyetemet, és bevallottan az a céljuk, hogy olyan helyeket keressenek, ahová az ember állatilag költözni tud. Ez egy kicsit odébb van még mellesnek. És végül néhány megjegyzést szeretnék tenni. Az egyik az, hogy azért nincsen sürgős veszély, mert az állatok, az élőlények 99%-a ugyan kipusztult, de az 5 nagy kipusztulási hullámban összesen 4% pusztult ki. Most van az egyik nagy kipusztulási hullám éppen folyamatban. De hogy az állatvilág, növényvilág teljes egészében megszűnjön, ahhoz nagyon szélsőséges hatások kellenek. Na most még egy dolog. Fogalmunk már arról van, hogy mit tudunk. Arról, hogy mit nem tudunk, arról már kevesebb a fogalmunk, és vannak olyan problémák, hogy a 10-11 dimenziós világegyetem, a multiverzum, a bárhuzamosan létező világegyetemek, ezeket ma már kevesen vonják kétségbe. Ugye ne felejtsük el, hogy az elméleti fizika és a csillagászat olyan mértékben fejlődik, hogy elképesztő. Aztán, hogy a Hoore elmélet, hogy a világ, ebben nem megyek bele, mert borzasztó. Akkor a kvantummechanika terjedése, már a biológiában is sok mindent azzal magyaráznak. Tehát rettenetesen terjednek a tudományok, és óriási mennyiségű tudóst foglalkoztat a világ. És most végül egy kicsit humorosabb, hogy mivel fejezzük be. Odaülünk egy számítógép elé, és ezt olvassuk. Jön egy szerves robot, aki egy számítógépes szimulációban él,
további információért kapjunk be. Teljesen lehetetlen? Majdnem, de nem 100%-osan. És köszönöm a figyelmet, ez volt a vége.